Idén már nem először mutatott példát a Sziget-Szent Miklósi Batthyány Kázmér Gimnázium az összefogásról. Weboldalunk mindig örömmel számolt be a helyi iskola híreiről, így fogtuk magunkat, és elmentünk az amivárosunk.hu tévés stábjával beszámolót készíteni. Az iskola szépítés programja volt a kerítésfelújítás, padok csiszolása és lefestése, füvesítés, futópálya karbantartása, ugrógödör felújítása, bejárati oszlopok festése, osztályonkénti facsemeteültetés, virágültetés, beltéri folyosók kifestése. Külön kiemelendő, hogy a tavaly végzős diákok a megmaradt osztálypénzükből klímaberendezéseket ajánlottak fel. Az anyagköltséget a School Invest alapítvány állta. A szervezők még arra is ügyeltek, hogy a gimnázium szomszédságában lakók időben értesítve legyenek az olykor hangos zajjal járható munkálatokról. A lakókhoz bedobott értesítésen természetesen meghívták a szomszédokat a délutáni koncertre is. Kis filmünkkel betekintést szeretnénk nyújtani az amivárosunk.hu TV nézőinek a Batthyány Kázmér Gimnázium hűséggel és bátorsággal néve fémjelzett napjába. Érte ez a kezdeményezést önt, mint iskolavezető? Nagyon örültem neki már az első pillanattól kezdve. A szülőkkel én nagyon jó kapcsolatban vagyok, sőt mondhatom, hogy az egész tantestület nagyon jó kapcsolatban van a szülőkkel, és nagyon örültünk, amikor először csak azt a segítséget ajánlották fel, hogy a kerítést, léceket felszerelik. Aztán ebből valahogy így kialakult a többi munka, ők vették észre, hogy itt még mi mindent lehetne csinálni, aztán kérték, hogy készítsünk egy listát, hogy még miben szeretnénk segítséget. Először csak azt gondoltam, hogy ez egy délutáni program lesz, aztán kinőtte magát, kiderült, hogy már délelőtt is nagyon sokan szeretnének jönni dolgozni, akkor felmerült a kérdés, hogy hogyan tudjuk a gyerekeket ebbe bekapcsolni, és végül is úgy kapcsoltuk be a gyerekeket, hogy rövidített tanítást szerveztünk, 30 perces órák vannak, és minden órában 3 osztályt kihozunk dolgozni. Ezt a szülők beosztják, hogy melyik gyerek melyik helyszínre menjen, és így a 7 óra alatt mind a 21 osztályunk sorra kerül, mindenki egy kicsi kóstolót kap ebből a közös munkából, aztán délután pedig tanítás után, aki akar, az még maradhat természetesen, hogyha még lesz munka, mert itt nagyon jól haladnak, úgy látom a munkával. Igen, nagyon meglepő volt, hogy ilyen sok embert lehetett itt látni. De lehet tudni, hogy körülbelül hány szülő érkezett? Én úgy tudom, hogy körülbelül 50 szülő jelentkezett délelőtre, akik már reggel 7:30-tól itt vannak, illetve a többi szülő délután érkezik. A délutáni sportprogramokra van, aki csak arra tud jönni, de ott majd együtt fognak sportolni a gyerekekkel, úgyhogy annak is meg lesz az eredménye, illetve azt tervezzük, hogy itt az udvaron egy büfét fogunk felállítani, illetve asztalokat, székeket kihozunk, és lehetőség lesz arra, hogy kötetlenül beszélgessünk gyerekek, szülők, tanárok együtt, illetve 7 órától a Country Arabona nevű zenekar fog nekünk játszani. Jó régen készülünk, mert legalább 3 hete ezt a napot szervezzük. Kétszer is volt olyan alkalom, amikor este 9-ig itt ültünk együtt a szülőkkel, és terveztük a napot. Azért ahhoz, hogy ez ilyen flottul menjen, ahhoz nagy szervezése volt szükség. Bence volt az, aki a főszervező volt, illetve aztán kiosztotta a munkákat, és minden szülő kapott ebből egy részt, és ő a saját részét még részletesebben megtervezte. Ön is említette, hogy nagyon jó összefogás van a szülők és a tanárok között. Hetente összeülnek a szülők, vagy havonta, vagy hogy működik ez? Nem. Hát ez úgy van, hogy most nagyon sűrűn kapcsolatban voltunk, most hetente többször is találkoztunk, illetve e-mailben folyamatosan kapcsolatban vagyunk, de úgy gondolom, hogy ezután a nap után körülbelül havonta számíthatunk majd arra, hogy leül a szülők tanácsa a vezetőséggel, és akkor megbeszéljük az aktuálisan felmerülő kérdéseket. Diákok mikor értesültek erről a napról, hogy rövidített órák lesznek? Hát arról, hogy rövidített órák lesznek, arról nem olyan régen, egy héttel ezelőtt körülbelül, de már 2 hete mondogatjuk nekik, hogy ez a nap lesz, illetve plakátokat készítettek a szülők, kinyomtatták nekünk, azokat is kitettük, úgyhogy értesültek róla, hogy pontosan mi vár rájuk, szerintem azt nem tudták, annyit tudtak, hogy játszóruhában kell jönni, tehát olyan ruhában, amit nem sajnálnak, hogyha festékes lesz, vagy le kell hasalni valahova, vagy gerebjézni kell. Egészen pontosan, hogy miről van szó, szerintem azzal ma szembesültek, amikor meglátták, hogy itt mennyi lelkes szülő dolgozik, és ők is átvették rögtön a lelkesedést, úgyhogy nagyon-nagyon rendesek a gyerekeink, és nagyon szívesen dolgoznak. Van, aki alig akar órára visszamenni, annyira szeretne tovább festeni, vagy csiszolni, vagy gerebjézni. Hogyan alakult ki?
Ez az egész Hűséges Bátorsága napja egy szülői kezdeményezésre indult el. A szülők az elmúlt időszakban összefogtak és elég aktívak lettek az iskola érdekében. A szülői elképzelés az az, hogy nem ülünk tétlenül és kalbetett kézzel várjuk azt, hogy valami történjen, hanem megpróbáljunk elmenni és megpróbáljuk továbbra is fenntartani, illetve tovább fejleszteni az iskolának a hírnevét, illetve az eredményeit. A szervezés az kb. 50 szülő jelentkezett délelőtt, miközben most is munkaidőben vagyunk, tehát ezzel is számoltunk, hogy nagyjából ennyien tudunk lenni. A felosztás a munkáknak az úgy néz ki, hogy három osztály kapcsolódik be óránként. A diákokat különböző munkafázisokban, munkacsoportokba osztottuk be, és alapvetően úgy készültünk, hogy a diákok végzik a feladatot, miközben három-négy diákként van egy felügyelő szülő is hozzájuk rendelve, segítő szülő is hozzájuk rendelve. Kezdeményezéssel kapcsolatban igaziból az látszik, hogy a szülők könnyedén és pozitívan vették ezt az akadályt, nagyon sokan jelentkeztek az egész napra. A nap célja igaziból az az, hogy egyrészből az iskolát megszépítsük, vannak olyan helyességek, amelyek 20 éve nem voltak például kifestve, olyan folyosók, tehát még az eredeti építési festéssel vannak, ezeket megpróbáljuk belőle megszépíteni, kintről is megszépíteni, mivel ez a gyermekünknek a gyermekünk második otthona, tehát azt gondoljuk, hogy hasonló környezetet szeretnénk biztosítani, mint ami otthon is van számunkra. Felszereléseket támogatók adták, vagy mindenki hozott, amit tudott? A felszereléseket a szülők hozták, tehát az eszközöket a szülők adták, az anyagköltséget pedig az iskolának a School Invest alapítványa állja, tehát a festéket, csiszoló papír, tehát olyan anyagköltségeket, amelyek a feladatokhoz szükséges, fülmagot. Például bevezettük azt is, hogy most osztályonként kerül egy-egy fa elültetésre, tehát úgynevezett osztályfát ültetnek mindegyik osztály. Kíváncsiak leszünk, hogy ez a kezdeményezés mennyire fogják magukénak tekinteni a gyerekek, mennyire tud megmaladni, mert jövőtől kezdve például az is elképzelés lehetne, hogy minden induló osztály ültesse a saját fáját, mert 8 vagy illetve 5 évig járnak a gyerekek ebbe az iskolába. Mindegyik osztály részt vesz ebben, tehát kicsitől nagyig, végzősökig megtaláltuk nekik a feladatokat, ha kertészet, ha festés, ha csiszolás, ha padfestés, mindenkinek megvan a maga feladata, és aktívan részt tud venni benne. Gyerekek nem húzták a szájukat, vagy inkább örültek neki, hogy van egy ilyen kezdeményezés? Meglepő, a gyerekek azok örültek. Ennek a fél órának, sőt, szólni kell, hogy szünet következik, lejárt a fél óra, és szünet következik, fejezzék be a munkát, mert szünetet nem vettük el tőlük, csak azt az időszakot, ameddig az órájuk lett volna. Ennek a napnak délelőtt van a idézőjelben szépítsük meg az iskolánkat, a segédkéz munkaprogramja. Délután sporteseményeket szervezünk, mert az is a célja, hogy alapvetően a szülők, a gyerekek is igaziból közösséget alkossanak, egy erősebb közösséget alkossanak, ismerjék meg egymást, tudjuk egymás bolyairól, illetve alkossunk véleményeket az iskola dolgairól is. Pár kérdésem lenne, hogy milyen érzés felújítani, illetve karban tartani az iskolátokat. Fantasztikus, nagyon jó. Ha a gyerekeimet is idehozom, akkor tudni fogom, hogy én tettem ezt jó az iskolát. Tehát jobb érzés, hogy beleharcolnátok a neveteket. Sokkal. Hogyan fogadtátok ezt a kezdeményezést? Hát egyértelmű, én nem is mentem be 2 matek órára, pedig idén érettségizek, ezzel múlik a jövőm, de inkább az iskolával foglalkozok, mint magammal. Jó, és nem félsz, hogy ezt meglátja a tanár, hogy a szülő? Nem, megbeszéltem. Mindent az iskoláért. Igen, egyértelmű. Én így vagyok vele. A padfestésen kívül még csináltatok valamit? Füvesítettünk kint, mi csiszoltuk le ugyanezt a padot, ástunk már a fáknak gödröt, mit csináltunk, a klímánást segítettünk beszerelni. Csak ennyit tudtunk eddig. Nagyon szuper. Gratulálok nektek, további jó munkát és hajrá az érettségét. Köszönjük. Tudtátok, hogy a klíma kinek a pénzéből lesz az iskolában? Nem. Nem tudtátok? A tavaly végzősöknek a osztály pénzéből lesz állítólag. Jaj, de jó. Így már rémlik. Igen, valamit mondtam. A padfestésen kívül mást is csináltatok itt a suliban? Egyelőre nem, igazából végigfestettük az egészet mi. Hát én csiszoltam. Végig te csiszoltad? Hát a suli elején a padokat, ott mi csiszoltuk pár fiúval, igen. De hát az nehéz munka volt. Igen, nézd, hogy nagyon jó munka volt. Hát igen, jó. És a délutáni bulin itt maradtok mi? Nem. De pár osztálytársunk majd sportban tevékenykedik. Köszönöm szépen erről a kezdeményezésről. Hát tulajdonképpen a szülői tanácsgyűlésen gondoltuk, hogy szeretnénk valamilyen úton módon az iskolát támogatni, és ezért találtuk ki tulajdonképpen ezt a napot, ahol nem csak ünnepelni fogunk, hanem ilyen szépítő, javító munkákat is vállaltunk, és amint lehet látni, nagyon sok szülő
ezt vállalt és kísér is minket. Úgyhogy nagyon jó volt a reakció. Amit látom, különböző munkafolyamatok vannak, ön melyik munkafolyamatnál veszik? Hát tulajdonképpen a legfőképpen a füvesítésnél, meg a faültetésnél segítek be, de hát a szülőket, meg a gyerekeket általában csoportosítjuk és irányítjuk, ahol többlet van, oda küldjük, ahol kevesebb gyerek van, és ahol nagyobb szükséglet van a munkaerőre, meg a segítségre. Gyerekeket kellett szakmai tanáccsal ellátni, mondjuk füvesítésnél? Persze, hát az is része, egy kicsit egy ilyen pedagógiai indítvány is egyúttal, hogy a gyerekek megtanulják azt, hogy kell füvesíteni, hogy kell egy fát ültetni. Szakemberek segítenek ebbe, akik lépésről lépésre vezetik őket is, és elmagyarázzák nekik, hogy mi a munkafolyamat ahhoz, hogy sikeres legyen akár a faültetés vagy a füvesítés. Az iskola dolgozói hogyan fogadták ezt a kezdeményezést? Nagyon jól, nagyon pozitív, és természetesen ők is sokat segítenek azáltal, hogy a gyerekeket is terelgetik, meg segítenek az irányításukkal. De ők ezt nagyon pozitív gesztusnak vették, hogy a szülők így összefognak, és az iskola érdekében, meg a gyerekek érdekében ilyen munkanapot, vagy egy pár órát rászállnak egy ilyen nap alatt. Időközben ismerő szülőket is észrevettem, akik az amivárosunk.hu hajón eveztek elég jól. Sziasztok, megkérdezhetem, hogy mit kerestek itt is? Éppen egy csavart keresünk. Fel tudjunk rakni egy deszkát. Ti helyezitek föl ezeket a deszkákat? Igazából csak kicseréltünk 4 darabot, ami el volt törve. És az igaz az, hogy itt újra hasznosítás történt? Így van, amiket leszettünk deszkákat a kerítésről, azt beszabtuk ide. Ó, nagyon jó ötlet. Ez a szülők ötlete volt? Tamás ötlete volt. Jó, köszönöm szépen, további jó munkát. Köszönjük. Sziasztok! Köszönjük! Hogyan fogadtátok ezt az egész kezdeményezést? Hát nagyon jól fogadtuk, én nagyon örültem neki, elsősorban azért, mert ráfért már az udvarra, meg az iskolába egy kis javítás és egy kis felújítás. Másrésztről nagyon jó ötletnek tartom, hogy vegyesen rakták össze az osztályokat, a kicsik a nagyokkal, így megismerhetik egymást a felsős és az alsó évfolyamok, és egymásra is dolgozhatnak, és ez mindenképpen nagyon jó. Te melyik munkafázisnál vettél szerepet? Én amelyiket csak jónak találtam, ahol láttam, hogy szükség van, igazából a fűnek magjának az elszórásában és a festésben és csiszolásnál mindenhol. Délutáni sportprogramokban részt fogsz venni? Sajnos nem tudok, mert én sportolok és nekem edzőmeccsem lesz, úgyhogy nem tudok kitenni, de nagyon szívesen eljöttem volna, hogyha a van rá lehet. Vagy pedig már? Hát másodjára. Másodjára. És hogy most lejöhettetek meg? Lyukas óránk van és még kétszer le fogunk jönni. Melyik részét csináltátok ki? Hát mi először itt a füvesítettünk, és most megyünk előre. Hát igen. Ja, egyszerre csináltatok egy csapat vagytok. Jó, melyik része tetszik az egésznek? Az egész. Jó, és hogy érzitek, hogy volt erre szükség az iskolának? Igen. Jó, köszönöm szépen, további jó munkát. Hogyan értesült erről az egész rendezvényről? Úgyhogy a szülők tanácsának tagja vagyok. Aha, tehát akkor ön a szervezők között? Az egyik, igen. Említette, hogy két gyerekes szülő. Mindkét gyerek ebbe az iskolába jár? Mindkét gyerekem, hála Istennek, ebbe az iskolába. Tehát elégedett az iskolába? Rendkívüli módon, főleg a tanári karral. Mit tart az iskola erényének? Szerintem az iskolának az egyik legnagyobb erénye, hogy egy nagyon jó közösség kovácsolódott ki. Úgyhogy szülők és gyerekek is összetartásúan, mindenki segít mindenkin. És ez ma elég ritka. Szeretnék zavarni. Láttam, hogy nagy munkálatokon vannak túl. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyire volt fárasztó ez a munkálat? Hát elfáradtunk, kellemesen elfáradtunk, azt mondom. És nagyon, de jó volt így, hogy minden beszélgettünk egymással, szülők, jó volt. Melyik része volt a nehezebb? Hát szerintem egyformán nehéz volt, gerebléztünk, pakoltunk, szemetet szedtünk, jó volt. Diákokra kellett felügyelni? Nagyon önállóan dolgoztak, meg is lepődtünk rajta, hogy nagyon, tehát a kicsik lelkesek, de én azt hiszem most nagyobbak vannak ki, most én kilencedikesek is nagyon-nagyon ügyesen dolgoznak. Mint szülő, mit szól ez a kezdeményezéshez? Nagyon jónak tartom, és a többi iskolák is most már kezdik átvenni, és ez egy nagyon jó dolog szerintem. Tehát egy jó pár szülő ilyenkor összefog, és nagyon haladós szerintem, nagyon-nagyon jó. A Batthyány Gimnázium erről híres, hogy jó példát tud mutatni az ország többi iskolájának. Hogyan értesült a kezdeményezésünk? Szülőim, ugye összejöttünk, és akkor ott megbeszéltük, hogy lesz ilyen, és akkor az SMK-s szülők ugye e-mailbe végig értesítik ilyenkor, és a szülőket, és akkor így toboroznak szülőket.